a Badacsonyból is, de ebből bányáztak szerintem a legtöbbet, amit eddig néztünk. 95%-át a bazarnak elvittek. Igen, magyarul én azt mondtam, amikor még ott elmentünk, hogyha lejjebb ásták volna 10 métert, akkor már az eredeti földet, amit amit tengerfenekét megtalálták volna. Úgyhogy már semmi értelme nem lett volna már lejjebb menni. Jó. És... Na mondjad, mit látunk ott a hátad mögött? Ott van. A hátam mögött lehet látni. Hát nem lehet látni, de... Ott van a sümeg. A sümeget lehet látni. Másik irányba. Lehet látni... Az a somló. Somlót, igen. Meg... Igen. És látni. Lehet látni a Badacsonyt. Igen. A Szentgyörgy-hegyet. Akkor a... Gulács. A Gulácsot. Tóti-hegy. Tóti-hegy. És a Csobáncot. Sőt, a hegyedet. Igen. Igen? Igen. És... Szóval itt van egy óriási katlan, átvenném a szót. Itt van egy óriási katlan, ami a bánya udvarnak hívtak régen, ahol a bányászat zajlott, és ahol vízszintes és függőleges bazalt orgonákat is lehetett látni és találni. És tök izgalmas. Igen, nagyon izgalmas, hogy itt konkrétan itt lent olyan vízszintes, mint hogyha itt az így ilyenre vágták. Ilyenre vágták, és itt egy rég alakú kicsi. Ez volt a bánya útban. Igen, mert... Onnan bányázták le a követ, Misikán. Nem érted? De értem. Itt, na. És ez nagyon érdekes szerintem. Jó. Mert lehetett látni, hogy hogy bányázták, és szerintem ez így itt volt, ez volt az első bányászás, idáig ástak le, aztán már mentek át, mentek balra. Jó, és akkor most mi következik? Most fogom elolvasni egy Balaton születéséről egy mondát, amiben a haláb is fog szerepelni más formában. Hello videó! A Balaton születése. Az egyik legenda szerint Hajdan az óriások laktak legnagyobb tavunk környékén. Az utolsó óriást Balatonnak hívták. A Badacsony tágas fennsíkján lakott a lányával. Gyermekként halápnak nevezték el. Az óriások és az emberek jó viszonyban voltak egymással. Halápnak is volt egy embergyerek játszópajtása, akit mindnél jobban szeretett. Az idő azonban másképp telt az emberek életében. A lányka hamar felnőtté vált. Nem játszott többé az óriás lánykával. Haláp magányos lett. Addig emésztette magát, még belehalt bánatában. Amikor Balaton a lánya sírját építette, talált egy nagy követ. Fel akarta emelni. A kő nagyon nehéz volt, az óriás elveszítette az egyensúlyát, hatalmas kő pedig rázuhant, és maga alá temette. Így halt meg az utolsó óriás. Elmozdított kő alól víz tört föl. Másnap az emberek arra ébredtek, hogy a hegy lába előtt egy szelíden hullámzó tó ringatja a napsugarait. Ezt a tavat Balatonnak nevezték el.